No, hát ugye nem volt mérlegelés, mint ami a sportmérkőzések előtt, ugye március 11-e előtt nálam. Lehetett volna. Lehetett volna, mert mondjuk ugyanazt a súlyt hozom szerintem. De ne, állítólag az ország hízott 1 kilót, de majd Anta Lemes a dietetikus elmondja nekünk. Jó reggelt kívánunk, hogy így a koronavírus idején túl lettük magunkat állítólag. Hát a vizsgálatunk szerint, amit a NÉBIH, a TÉT Platform és a Debreceni Egyetem végzett, és ez egy reprezentatív vizsgálat volt, az derült ki, hogy 24%-a a magyar felnőtteknek hízott a karantén időszak alatt, és úgy átlag olyan 3 kilót, de azért ne felejtsük el, hogy azért a másik oldal is jelentkezett, tehát fogytak is, minden tizedik magyar felnőtt az viszont vesztett a súlyt, ők egy kicsit többet, 3,7 kilót, tehát ez az, ami kijött az eredményünkből, és ez az átlag testsúlyváltozás volt, ez a plusz 1 kiló. És hogy miért gáz ez? Azért rossz igazániból, mert a magyar felnőtt lakosság eleve 60-65%-a túlsúlyos vagy elhízott. Tehát ez még egy plusz adalék ahhoz, hogy a statisztika nem hogy jó legyen, hanem romoljon. De azért most nem kell nagyon vészcsengőt csengetni, nem? Mert hát szóval teljesen normális, hogy az ember otthon ül 8 hétig, és gyakorlatilag ebből azért sokat be voltunk zárva mindannyian. Gyerekekkel, nem tudom, tehát hogy nem nagyon volt lehetőség más tenni, mint ülni és sütni. Hát igen, azért a fizikai aktivitásra is rákérdeztünk, és igazániból ez az, amit láttunk, hogy ez a ludas, hogyha így mondjuk, mert a 48% a kitöltőknek, tehát a magyar lakosságnak azt mondta, hogy kevesebbet mozgott a karantén idején. De én azért azt mondom, hogy persze nem tudtunk kimenni a szabadba, nem tudtunk annyit mozogni, de azért rengeteg online videó vagy a tévéből is rengeteg sportadás, tornaóra folyt. Tehát én inkább ezt látom, hogy a motiváció az az, ami nem volt meg. Meg hát ilyen, mi ezt elneveztük kifogásmenedzsmentnek, hogy egyszerűbb volt akkor tényleg ülni, és ahelyett, hogy egy kicsit akkor aktívak lettünk volna. Amúgy az elhízáshoz most mi vezetett? Tehát az, amit Alinda is mondott, hogy a legtöbben ugye legalábbis a közösségi médiából ezt tökéletesen nyomon lehetett követni, valami új sütési, főzési módszert tudja, hogy kitaláltak. Igen. Mondjuk mindenki általában kenyeret sütött. Szénhidrátot, így van. Hát igen, tehát ezt nem mindenki érzékelte. Ez is kijött egyébként, hogy jóval több időt töltöttünk a konyhában, ami egyébként nem rossz, hogyha azt vesszük, hogyha gyerekkel voltunk otthon, a gyereket is be tudtuk vonni, tehát mondjuk ez segíthetett például a gyereknek a táplálkozási kultúrájának a kialakításában. Tehát ez az azért pozitív adalék is volt. De a másik oldal az, hogy az adagok nagyságán nem változtunk, viszont gyakrabban ettünk. Tehát ez az egyik oldal, a másik oldal, amit már említettem, ez a fizikai aktivitás drasztikus lecsökkenése volt, tehát ez az energia egyensúly teljesen felborult, és ezért jöttek ki ezek az eredmények. Számomra teljesen ismeretlen ez a probléma, amiről eddig beszélgettünk, szerintem sokan vagyunk ezzel így, hogy abszolút. Sosem találkoztunk a jelenséggel se, de arra viszont kíváncsi vagyok egyébként, hogy most leadjuk, vagy 4 hónap múlva is megmaradnak ezek a túlsúlyok, szóval érdekes lenne az utánkövetés. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Hát igen, ez egy... Jó, én is köszönöm. Köszönjük szépen. Bocsánat, hogy igen, ez az eltolás miatt nehéz ezt a dolgot kezelni. De köszönjük szépen, hogy itt volt, és nagyon érdekes adatokat mondott.